40 éves férfi vagyok, a megelőzés megszállottja, ha lehet ilyet mondani. Milyen szűrővizsgálatokra érdemes innentől eljárnom a szokásos vérkép, tüdőszűrés és fogorvosi ellenőrzés mellett, vagyis milyen daganattípusok veszélyeztethetnek? Urológusnál kérhetek prostatarák szűrést vérből, a vastagbélrák szűrése miatt mikor érdemes először kilincselni a házi orvosnál beutalóért? Nagyon jó ilyet hallani, hogy valaki ennyire egészségtudatos, hogy a megelőzésre energiákat szán, mert hiszen nagyon fontos, és a megelőzésben valójában nem csak arról van szó, hogy korán és idejében felfedezzük a daganatokat, hanem arról is szó van, hogy az életmódjával lehetőség szerint kiküszöbölje azokat a problémákat, amik esetleg felmerülhetnek. Nagyon lényeges a megelőzés és a korai diagnosztika szempontjából a családban körbenézni. Ez az egyik legfontosabb, sokszor felér egy genetikai vizsgálattal, hogy milyen megbetegedések fordulnak elő a családban, és ennek megfelelően, hogyha bélrendszeri daganatok is előfordultak, akkor 40 éves korban elképzelhető, hogy a házi orvos beindítja a vastagbélrák szűrését, ugye, ami egy részről a székletvérvizsgálat, de igazából akkor komplet, hogyha ezt egy kolonoszkópia, egy vastagbéltükrözés is kiegészíti. Ugye nagyon fontos az urológiában, ugye a tumor marker, ugye a prostata specifikus antigénnek a vizsgálata, de az az igazság, hogy az igazi komplet szűrés az úgy néz ki, hogy egy urológiai vizsgálat is szükséges, egy fizikális vizsgálat, ami egy kicsit kellemetlen, de azt gondolom, hogy megéri, és egy végbélen keresztül elvégzett prostata ultrahang vizsgálat is. Természetesen mindezek előtt érdemes a prostata antigén vérvételt levenni, mert nagyon gyakran maguk a vizsgálatok megemelik egy picikét a tumormarker szintjét.